Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jala Jászmin Grace vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Kiállítás és vásár, közfoglalkoztatási termékbörzét tartottak Tamásiban. Elkezdődtek a szexádi szüreti napok, vasárnapig minden a borról szól a Tolnai megyeszékhelyen. Rendőrök segítik a gyerekeket, az iskolák környékén figyelik az autós forgalmat az egyenruhások. Sió Kupa, harmadik helyen végzett a KSC csapata. Pénteken késő délután hivatalosan is elkezdődtek az idei szexádi szüreti napok. A szervezők egészen vasárnapig gasztronómiai és könnyűzenei programok sokasságával várják a Tolnai megyeszékhelyre látogatókat. A település legnagyobb éves rendezvényét teljes egészében legutóbb 3 éve tudták megszervezni. Az esős időjárás miatt idén zárt helyen a Vármegyháza dísztermében tartották meg a szexádi szüreti napok hivatalos megnyitóját. Gyurkovics János, a megyeijugú város alpolgármestere köszöntőjében azt mondta, a helyiek még sosem várták ennyire a 2 év kihagyás után újból megszervezett programsorozatot. Komoly tekintét vívott ki magának a város ezzel a rendezvényel, és hát én örültem annak a megerősítésnek, én a beszédemben nem mertem ilyen durván, nagyvonulóan idézőjelbe fogalmazni, de a utánam szólók mindenki megemlítette, hogy városi legnagyobb rendezvény, megyei legnagyobb rendezvény, és az országos palettán is előkelő helyet foglal el. Horváth István Tolna megye 1-1 számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy példaértékű az összefogás, amit az önkormányzat, a támogató vállalkozások és a borászok mutatnak már hosszú évek óta. Egy gazdasági válság közepén vagyunk, háború dúl a szomszédba, és nagyon nehéz megnyerni támogatókat egy olyan rendezvényre, amiből nem biztos, hogy gazdasági előnye származik valakinek, hanem inkább az érzelmekre kell hatni, hogy ezt a rendezvényt, ezt életben kell tartani, fent kell tartani, és tisztelt és hála a szexádi vállalkozásoknak, a szexádi borászoknak, hogy igenis összefogtak, és újra meg tudtuk rendezni ezt a nemes rendezvényt. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár a megnyitón arról beszélt, hogy a szexádi szüreti napok az ország egyik legrangosabb gasztronómiai programsorozata. Bárhogy is kimaradt az elmúlt év, vagy az előtti esztendő, a szexádi szüreti napok a magyar gasztrokulturális fesztiválok térképén nagyon fontos szerepet töltöttek be az elmúlt évtizedben, és most is várta már a közönség, a nagy közönség, hogy a vírus gyengülésével az idei évben legyen megtartva a rendezvény. Hasonlóan fogalmazott Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is, aki több mint egy évtizede vesz részt vendégként a szexádi szüreti napokon. Én személyesen az egész ország legjobb rendezvényének tartom ezt. Nem is tudom, volt-e példa az elmúlt 10 évben, hogy hiányoztam, nyilván amikor meg lehetett szervezni az eseményt. Én egy kicsit haza is jövök ide, úgyhogy fantasztikus érzés, hogy újra ez a rendezvény fogadhatja a látogatókat. Nagy István agrárminiszter, aki fővédnökként vett részt a szexádi szüreti napok megnyitóján, arra hívta fel a figyelmet, hogy a borászati ágazatot hasonlóan az elmúlt évekhez a következő időszakban is kiemelten támogatja majd a kormányzat. Ők a példaképek. Minden tekintetben ők voltak azok, akik először léptek és értették meg a piac kihívásait, értették meg a világ új hívó hangját. És az összes többi agrár szereplő csak követi a borászokat. A szexádi szüreti napok idei programsorozata vasárnapig tart. Ez idő alatt a borászok és étkesek mellett kulturális, könnyűzenei és más szórakoztató programokkal várják a szervezők a Tolnai megyeszékhelyre látogatókat. A rendőrség is készül a szexádi szüreti napokra. Hétvégén kiemelten ellenőrzik majd az ittas vezetőket a Tolnai megyeszékhelyen és környékén. A balesetek jelentős részét ugyanis még mindig alkoholos befolyásoltság alatt okozzák a hazai sofőrök. A hatóság munkatársai azt kérik, hogy aki kiélvezi a szexádi borokat a következő napokban, semmiképp ne üljön volán mögé. 9. alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást Tamásiban. A rendezvény teret biztosít a környező településeknek is arra, hogy bemutassák a program keretein belül előállított termékeiket.
Az idei termékbőrzén 9 település mutatkozott be. A vásárlás mellett termékkóstolásra is volt lehetősége annak, aki ellátogatott a Tamásiban megrendezett közfoglalkoztatási kiállításra. A város járásából 9 település képviseltette magát a termékbőrzén, amelyet 9 évvel ezelőtt hívott életre Tamási város önkormányzata. A cél az volt annak idején, hogy a közfoglalkoztatási programot, start közmunkaprogramot működtető önkormányzatok bemutatkozhassanak, bemutassák azokat a helyben készült, helyi alapanyagból előállított termékeiket, amelyeket a program keretében előállítanak. Ezek sok esetben példaértékű dolgok voltak. A közfoglalkoztatottak száma az utóbbi néhány évben országos szinten a töredékére csökkent. Ez mutatkozik Tamásiban is, ahol jelenleg nagy részt a virágkertészetben foglalkoztatják az embereket. Ez a görbe Fürget településen is lefelé ível, ott jelenleg 50-60 fő között mozog a program keretein belül dolgozók száma. A hagyományos termékek mellett elhoztuk a varrodai termékeinket, és itt örömmel jelezhetem, hogy akik ezeket a termékeket készítették, ők már elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon. Mindenképpen fontosnak tartottam, hogy köszönhető a közmunkának, köszönhető annak, hogy ők mindig példamutatóan dolgoztak, fölvették az összes varrodistámat, és nagyon örülök annak, és ez egy ilyen záró bemutat, amit hoztunk termékeket, mint a táskákat, mint pedig a munkásruhát, hogy jövőre melyen nem fogunk jelentkezni. Az előző években pályázati forrásból megvalósított közfoglalkoztatási kiállítás Tamásiban idén szerényebb körülmények között, de sikerrel zárult. A régi katásoknak szeptember 30-áig nyilatkozniuk kell a bevételeikről, és az esetleges 40%-os mértékű adót is be kell vallaniuk, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A nyilatkozatot azoknak is be kell nyújtaniuk, akik augusztus 31-én szüneteltették tevékenységüket. Az adóhivatal jelezte, nyilatkozni a 22 kata jelű nyomtatványon kell, mely legegyszerűbben a NAV honlapjáról, vagy közvetlenül az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A 4 napos munkahét talán enyhíteni a munkahelyek és hivatalok rezsigondjait. A modellt több nyugat-európai országban kipróbálták már, több helyen a fizetés nem változott, a munkaidő viszont csökkent. A magyar kormány egyelőre nem kívánja bevezetni ezt az intézkedést, pedig szakértők szerint az pozitív hatással lenne a munkavállalók lelki egyensúlyára. Azonban a kezdeményezés feszültséget is okozhat a munkaerőpiacon. A cégek jelentős hányada az eddig használt eszközökkel alkalmazkodik a nehézségekhez. A vállalatok negyede létszám leépítés tervez a negyedik negyed évben. Rendőrök lepték el az iskolák környékét Szekszárdon, jó okuk van a fokozott jelenlétre. Szeptember hónapban ugyanis a forgalmas, gyalogos átkelő helyeknél segítik az oktatási intézményekbe siető gyerekeket és szüleiket. Ennek már több éves hagyománya van Tolna megyében. Egyenruhás rendőr állítja meg a zebrához közeledő autókat, hogy átkísérje a gyerekeket az úton. A tanévkezés óta mindennapos látvány ez Szekszárdon. A hatóság munkatársai ugyanis a legforgalmasabb helyeken így vigyáznak arra, hogy mindenki odaérjen, ahova otthonról elindult. Kollégáim már évek óta, szeptember hónap minden reggelén a nagy forgalmú iskolák előtt kiállnak, és próbálják segíteni a forgalom zavartalanságát. Ez történik ma reggel is itt Szekszárdon, amikor a város különböző pontjain lévő általános iskolák előtt kollégáim polgárőrökkel közösen, valamint néhány iskolánál a gyerekek már saját maguk próbálják irányítani a forgalmat. Szeptemberben a nyári szünet után a sofőröknek vissza kell szokniuk az olyan helyzetekhez, amikor rengetegen vannak az utakon az iskola és munkakezdés idején. Ilyenkor a tumultus miatt a szokásosnál gyakrabban fordulhatnak elő például koccanásos balesetek. Ezért vannak jelen kiemelten az oktatási intézmények környékén az egyenruhások. Az akció szeptember hónapban, az iskola kezdés első hónapjában tart, pontosan azért, hogy mindenki vissza tudjon állni arra az őszi és téli időszakra, amikor sokkal többen fognak közlekedni az utakon, mind gyalogosan, mind pedig járművekkel. A rendőrök tehát néhány hétig még biztosan ott lesznek az iskolák előtt reggelente, ott pedig, ahol azt az utak telítettsége indokolja, egész évben ezt teszik.
Elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatják meg az új típusú Pfizer vakcinát. Az egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra engedélyezett vakcina jövő héttől már a lakosság számára is elérhetővé válik, közölte a koronavírus.gov.hu. Azt írták, hogy jövő héttől a pénteki napokon időpontfoglalás nélkül is felvehetik a vakcinát. Az oltóanyagból eddig 109 ezer adag érkezett Magyarországra, tették hozzá. Közölték azt is, hogy Magyarország 9,5 millió adag Pfizert rendelt az Omikron miatt indított uniós beszerzésben. A Magyarország kicsi nagykövete elnevezésű országos főrzőversenyen Tolna megye 4 legjobb versenyzője vesz részt. A csapat feladata a döntő előtt a megye egyik jellegzetes ételének elkészítése volt, segítségül hívva egy sportolót vagy híres szemét. A Tolna megyei attasék és a kicsi nagykövet a dombóvári dőri lecsót készítették el Bográcsban. Éppen Tolna megye egyik jellegzetes ételét, a dombóvári dőri lecsót készíti az a 4 fős gyermekcsapat, amely részt vesz a Magyarország kicsi nagykövet elnevezésű országos versenyen. A versenyzők eddig még csak online ismerték egymást, először a főzés alkalmával állt össze a csapat. A résztvevők feladata az volt, hogy el kellett készíteniük egy a megyére jellemző ételt, segítségül hívva egy példaképet vagy egy híres személyt. Velük együtt dolgozva kellett megalkotni azt az ételt, amivel a szeptember 30-án megrendezésre kerülő országos döntőn indulnak. Szeretnénk, hogyha Tolna megyében a gasztroértékeket tudnánk hangoztatni, hangsúlyozni, és emellett ugye a fiatalokat is tudjuk ebbe az irányba terelni és támogatni őket. Most itt éppen erről van szó, szeretnénk készíteni egy lecsót, amely étel ugye mindenki számára nagyon egyszerűnek tűnik, és mindenki számára fogyasztható. Reméljük, hogy ez a tevékenységünk sikeres lesz. Ehhez segítenek majd nekünk itt a mögöttem lévő fiatalok. A főzés folyamatának és előkészületeinek gondos megtervezéséből a szülők is kivették a részüket. Az alapanyagokat és a receptet is együtt választották ki, a konyhában pedig mindenben segítséget nyújtottak a 4 Tolna megyei versenyzőnek. Közösen csinálunk mindent. Segítünk egymásnak. Persze az sem hátrány, ha egy olyan ételt készítenek el, amivel már találkoztak a diákok. Pont most főztem nemrég egy lecsót, és az finom lett. Nagy kihívás volt összehangolni a munkálatokat, de végül sikerrel járt a dolog. 4 különböző helyen van a 3 atasé meg a kis nagykövet, mégis együtt kell dolgozni úgy, hogy ők tulajdonképpen nem is ismerik egymást, meg hát a szülők mi se ismertük egymást, és mégis így dolgozunk együtt, ki mit szervez le, mit hogy rakunk össze. Tehát ez így egy jó nagy feladat volt. A résztvevők először saját megyéjükben versenyeztek, majd megyénként a 4 legjobb gyermek az országos döntőbe jutva száll versenybe a Magyarország kis nagykövete és a Magyarság agrár, kultúr és sport attaséja címekért. 53. alkalommal rendezték meg a Siókupát Szekszárdon. A színvonalas kosárlabda tornán a hazai atomerőmű KSC Szekszárd csapata mellett a DVTK, a PEAC és a Győr együttese lépett pályára. A mini bajnokság győztese a győri gárda lett, míg a hazai csapata a 3. helyen végzett. ...1970-ben kezdődött, és azóta is töretlen lendülettel tart a szekszárdi Siókupa. Nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egyedülálló, hogy női kosárlabdában minden évben megrendeznek egy felkészülési tornát. Az üldözők viadalának is nevezhetnénk a megmérettetést, hiszen az évek óta aranyérmes Sopron mögött helyet foglaló csapatok viaskodtak a trófeáért. A Hűség városának csapata kiemelkedik a magyar mezőnyből, így a rivalizálásból adódóan még egyszer sem kapott meghívást a kupára. Még félkész állapotban vagyunk, hiszen van olyan légiósunk, például Rudi Habard, aki még nincs is itt, ezt követően fog majd megérkezni a tolnai megyeszékhelyre, illetve 2 amerikai játékosunk is apró pici sérüléssel bajlódik, Szájsa Gori és Victoria Vivians, úgyhogy nagyon sok lehetőséget kaptak a szekszárdi játékosok, a magyar játékosok is. Az elődöntőben a Győr ellen sokáig tartotta magát a hazai KSC együttese, de végül 82-66 arányban vereséget szenvedett.
Ezt követően a bronzmeccsen már kijött a lépés a Peac ellen, így végül Gyokit Zsejko együttese megszerezte a harmadik helyet. Nagyon örülünk, hogy megint Euroligába játszunk, és most elsősorban ott az lesz a cél, hogy most idén nyerjünk meccset, mert tavaly nagyon akartuk, sokszor közel voltunk hozzá, de nem jött össze, viszont most úgy érzem, hogy tudunk így közösen előrelépni. Bár még nehéz elmondani, hogy hogy fog kinézni a csapat, mert egy játékosunk még meg is érkezett meg Amerikából. Ugye még a többiek kicsit, tehát még nem vagyunk együtt, tehát ez egy ilyen igazából kérdés lesz, hogy milyenek leszünk, viszont én úgy gondolom, meg bízom benne, hogy jobbak, mint még tavaly. A bajnoki menetelést szeptember 24-én kezdi meg a KSC az ELTE Beac ellen. Hazai pályán a csapatot pedig először szeptember 28-án a Cegléd ellen láthatják a szurkolók. Regionális híreink következnek. Őszi menetrendet, több buszjáratot, elektronikus petíciót indít az ÜPE Pécsen. Bűnszövetségben terjesztették a drogot az ügyészség szerint, családi szállak kötötték össze a vádlottakat. Közel 500 milliós fejlesztési csomag, számos beruházás készült el Olaszon. Nehezíti a pécsiek mindennapi életét a kevesebb buszjárat, mondják az Összefogás Pécsért Egyesület képviselői. Ezért elektronikus petíciót indítanak, hogy mint az elmúlt években őszi menetrend szerint közlekedjenek a járművek. Az ehhez szükséges többletforrást, mint egy 100-150 millió forintot lehetne szerintük pótolni, például a kifizetett jutalmak terhére. A képviselők a buszmenetrend ügyében a polgármesterhez intéznek kérdést a közgyűlésen, ehhez pedig támogatást nyújt, ha sokan aláírják a most indított petíciójukat. Kevés a buszjárat Pécsen, ez pedig a külső területeket sújtja a legjobban, mint Hird vagy Somogy, mondja a Kerületi Városrész önkormányzati képviselője. Az önkormányzat nem állította vissza az őszi menetrendet szeptember 1-én, mint a korábbi években. A nyári pedig nem elég, mondja Berényi Zoltán. Csőstől úgymond mondanám, égnek a telefonok, hogy konkrét példákat említsek, délelőtti járatokban, például Hirden a szövőgyárnál teszi ki a busz az utasokat, és a régi falu részbe egy 2 kilométeres egészségügyi sétával tudnának lejutni, de ugyanez igaz a 22 óra 45-ös járatra, ami szintén nem közlekedik le a régi falu részbe. De mondhatnám a Somogy-Bányatelepi kieső lokál destinációt, ami szintén nehezen elérhető. A képviselő szerint sok probléma van a városban, amit nem old meg a baloldali városvezetés. A buszközlekedés azonban nem romolhat tovább, mert a munkába, iskolába járás teszi sokkal nehezebbé a pécsieknek. A busz az valóban egy nagyon égető probléma, és ezt fogjuk kezdeményezni. Én a 20. közgyűlésen is, a közgyűlés előtt írásbeli kérdéssel polgármester urat, hogy állítsák vissza a korábbi, úgymond normális, mindenki által eddig elfogadott menetrendet, mert ez tűrhetetlen, hogy egy kicsit összeeszkábált, megerősített nyári menetrend van érvényben. Az Összefogás Pécsért szeretné a városban élők szavát is hallatni a közgyűlésben. Ezért aláírásra hívják a pécsieket az online térben. Egy elektronikus petíciót indítunk a mai naptól. Ennek a lényege az, hogy a normális menetrendet állítsa vissza a várost. Hát arra kérünk minden pécsi polgárt, hogy az elektronikus petíció a petíció.com-on írja alá, hogyha ő is úgy látja, hogy ez a buszközlekedés, ami ma van, ez nem biztosítja a mindennapi munkába járást, iskolába járást, az alapvető közlekedési feltételeket. Ez nagyon fontos, hogy írják alá minél többen, hogy majd kedden a képviselőtársam mögött egy komoly társadalmi bázist tudjunk felmutatni. Mint ismert, szeptember 20-án kedden tart Pécs közgyűlést. Itt hozhatják elő az ÖPE képviselői a helyi buszközlekedés ügyét, és tolmácsolhatják a városlakók véleményét az online petíció alapján. Családi vállalkozásban terjeszthették a drogot az ügyészség szerint azok a férfiak és nők, akik ellen most emeltek vádat Pécsen. Összesen 13-an tartoztak a bűnszövetséghez a vádirat szerint, köztük egy fiatalkorú is. Ők a nyomozás adatai szerint új pszichoaktív anyagot és kábítószert értékesítettek Pécsett. A vádlottak terhére rótt bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétel 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
Az elfogás pillanatai a baranyai rendőrök felvételén. Egy kábítószer terjesztő bűnszövetséget számoltak fel, több helyszínen rajtaütve a gyanúsítottakra még 2020-ban. Az ügyészség most emelt vádat ellenük. A vádirat szerint a vádlottak rokoni, ismerősi kapcsolatban állnak egymással. A terjesztői hálózatot úgy építették fel, hogy két vádlott, apa és fia szerezték be az új pszichoaktív anyagot és a kábítószert, ezeket árusították is, majd a tevékenységbe bevonták rokonaikat, ismerőseiket. A vádlottársak egy része az anyagok elrejtésében működött közre, mások pedig az értékesítésben. 2019 márciusától 2020 augusztusáig értékesítettek új pszichoaktív anyagot és kábítószert Pécsett, különböző összegeket kerestek ezzel a nyomozás adatai szerint. A vádlottak a kábítószerek, illetve az új pszichoaktív anyagok értékesítéséből 150 ezer és közel 78 millió forint közötti összegű haszonhoz jutottak. A Pécsi Járási Ügyészség bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem büntettével és bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntettével vádolja a 13 vádlottat, férfiakat és nőket. A vádlottak terhére rótt bűncselekmények közül a legsúlyosabb bűncselekmény büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. A Pécsi Járási Ügyészség valamennyi felnőtt vádlottal szemben szabadságvesztés kiszabását indítványozta, 3 vádlottal szemben a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésére irányuló indítványt tett. Egy fiatalkorú vádlott is van közöttük, vele szemben az ügyészi indítvány felfüggesztett fiatalkorúak fogháza és pártfogó felügyelet. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást a bűncselekmény elkövetésére követése során szerzett vagyonra. Új út, megújult orvosi rendelő, megszépült szolgálati lakás, csak néhány azon fejlesztések közül, melyek Olaszon valósultak meg a közelmúltban. A beruházások mind a Magyar Falu programnak köszönhetően valósultak meg a baranyai településen. Hivatalosan is átadták a megújult utat Olaszon. A baranyai település teljes hosszában új burkolatot kapott a Magyar Falu programnak köszönhetően. Bár ezt a beruházást a Magyar Közút végezte, az önkormányzat is számos projektet valósított meg a program keretein belül. Ilyen például az orvosi rendelő, illetve a védőnői szolgálat megújulása, ahol új eszközöket is beszereztek. Emellett modern traktor és ágdaráló segíti a helyieket. Falubuszt is vásároltak, amely már a nyári hónapokban is kiszolgálta a lakosokat. Baranya 3-as számú választókerületében 104 település van. Ezek közül a 10. legtöbb forrás jutott Olaszra, mondta a térség országgyűlési képviselője. Hargitai János kiemelte, hogy szerencsés helyzetben van a község. Olyan magyar falus projekt is megvalósított, nem az önkormányzat valósít meg, hanem a közút. Nagyon látványos az a közút fejlesztés, ugye, amit itt most átadtunk. Ezeket a forrásokat összességében mérem, akkor csak ezen a településen a magyar faluból mintegy 500 milliárdnyi fejlesztés valósult meg. Ezek a fejlesztések még simán megvalósultak, fogalmazott a politikus, ám a közeljövőben valamivel kevesebb forrás jut majd a Magyar Falu program finanszírozására. A keretösszeget ugyanis a háború okozta nehézségek miatt volt kénytelen csökkenteni a kormány a következő évi költségvetésben, tette hozzá Hargitai János. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Kiállítás és vásár, közfoglalkoztatási termékbőrzét tartottak Tamásiban. Elkezdődtek a szekszárdi szüreti napok, vasárnapig minden a borról szól a Tolnai megyeszékhelyen. Rendőrök segítik a gyerekeket, az iskolák környékén figyelik az autós forgalmat az egyenruhások. Sió Kupa, 3. helyen végzett a KSC csapata. Szombaton folytatódik az erősen felhős borongós időjárás ismétlődő esőkkel. Az ország déli felén várható a legtöbb csapadék, a Dunántúlon akár 60-70 km/órás széllökések is lehetnek. Tovább csökken a hőmérséklet, szerte az országban 20 fok alatti marad a maximum érték. Vasárnap a délnyugati országrész kivételével megerősödik az északnyugati szél, melyet viharos lökések is kísérhetnek. Előre láthatólag nyugat felől fokozatosan mindenütt kisüt a nap. A jövő héten nagyjából péntekig az évszakos átlagnál több fokkal hűvösebb, gyakran szeles, változóan felhős, átmeneti esőkkel tarkított időjárás a legvalószínűbb.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!